A hagyományos iskolai családi nap keretében adták át a Bolyai új sportpályáját. Amíg a kisebbek az ugrálóvárban játszottak és élő csocsóztak, addig a nagyobbak és a tanárok az avató ceremónián vettek részt. Amikor még megpályáztuk ennek a felújítási költségét, akkor még a Nyugat-Magyarország Egyetemhez tartoztunk, majd ezt követően már az ELTE égisze alatt hajtottuk végre ezt a beruházást, aminek nagyon örülünk, hogy az ELTE is szívügyének tekintette, hogy itt megújítsuk ezt a kosárlabda pályát, úgyhogy az ő műszaki irányításuk mellett 15 millió forintból újítottuk föl ezt a területet. A sportért felelős alpolgármester arról beszélt, hogy nagy a jelentősége azoknak a fejlesztéseknek, amelyekkel a digitális világ vonzásában élő ifjúságot lehet megszólítani. Amikor arról beszélünk, hogy a fiatalokat a különböző kütyük mellől hogyan tudjuk a sport számára megnyerni, akkor úgy gondolom, az ilyen körülményeket, 21. századi körülményeket kell teremteni, mint amit most itt sikerült megvalósítani. A minisztériumtól elnyert 9 millió forintos támogatást többségében olyan politikusok egészítették ki képviselői keretükből, akik maguk is kötődnek a Bolyaihoz. Fél-fél millió forinttal járult hozzá a kiadásokhoz Nemény András, Szuhai Viktor, Kopcsándi József, Ipkovics György és Lendvai Ferenc. Míg Molnár Miklós 3,5 millió forinttal pótolta ki az összeget. A városi közgyűlésből pártoldaltól függetlenül több oldalról járultak hozzához, hogy ma ez a pálya itt rendelkezés áll a gyerekeknek. És a méltó iskola, a méltó gyerekekkel, méltó tanárokkal már részben méltó infrastruktúrás körülmények között is tud dolgozni a jövőben. Az első mérkőzéseket tanárok, diákok, egykori válogatott kosárlabdázók játszották a frissen elkészült pályán. Most az első ütem valósult meg. A több mint 1000 iskolás igényeit kiszolgáló pálya a tervek szerint később korszerű gumiborítást kaphat.